Pénteken bemutató a Győri Nemzeti Színházban. A legendás magyar rendező Szénetár Miklós állított a színpadra Lehár Ferenc mesterművét, a Végözvegyet. A nagy operettet először 27 évvel ezelőtt rendezte, azóta a világ számos pontján tárta a nagyközönség elé Glavári Hanna és Danilo Gróf szerelmét. Nincs bevált séma, a szerepeket mindig az adott színészre szabja. Annyi van minden előadás, mindenütt más kell, hogy legyen, hogy más színész egyéniségek, az egyik egy kicsit drámaibb, a másik az vidámabb, de hát ezek jelentős szerepek, amiket el kell tudni énekelni elsősorban, el kell tudni játszani, és mindenki egy kicsit, ebben én megpróbálom segíteni őket, mindenki kicsit magára formálja a szerepet. Zavaros Eszter 10 évvel ezelőtt már alakította a címszerepet, partnere akkor Bakos Kis Gábor volt. Az izgalmas szerep egy modern nő fejlődés történetét mutatja be. Ez a Glavári Hanna, ez egy felkapaszkodott, új gazdag, flegma csaj, aki azáltal, hogy sok pénze lett, egyszerűen lenéz egy kicsit mindenkit, meg azt hiszi, hogy mindenkit megvehet kvázi kilóra. Ez benne is van a darabban, hogy van az a pénz, amire eljönnek ezek azok amazok. És tulajdonképpen neki meg kell lágyulni a darab végére azáltal, hogy belátja azt, hogy ezt a Danilót a mai napig szereti, aki egy munkakerülő, nem tudom, iszákos, szereti a csajokat, tehát nem éppen az a tipikus fértípus, de közben meg ennek a csajnak ez az ember a végzete. A főszereplő pár hangjukat Komlós Ildikó opera énekesnél tökéletesítették. Az énekesi feladatok mellett színészileg is tartogat kihívást a Végözvegy című darab. Egy lump ember, aki túlviselkedi magát, aki, de mégis van valami olyan bája vagy sármja, amivel megfőz fél perc alatt bármelyik nőt, úgyhogy hát melyik férfi kollégám nem szeretne ilyen szerepet játszani, ugye? De most én vagyok ebben a kitüntetett szerepben, úgyhogy nagyon örülök neki, hát és annak pedig különösen, hogy dolgozhatok Szénetár Miklós tanárúrral, úgyhogy ez egy külön öröm. Évadzáró nagyszínházi premier a Győri Nemzeti Színházban. Lehár Ferenc egyik legnagyobb sikerű remek művét, a Végözvegyet. Szénetár Miklós győri rendezését kettő szereposztással láthatjuk. A címszerepben Zavaros Eszterrel és Lőrinc Judittal, Danilo Grófot Fejzés Attila és Buch Tibor alakítja, Báró Zéta Mirkót pedig Csankó Zoltán játssza.